A 40. idénye előtt álló Kölcsey DS-e fél évtizede egy strandkézilabda tornával zárja a felkészülés legkeményebb hetének számító edzőtáborát. Az elmúlt 5 alkalommal a szomszédos megyékből is érkeztek résztvevő csapatok, mellettük megyebeli együttesek alkották a mezőnyt. Így lesz ez ezúttal is, a Sóstói strandon 8 gárda lép majd pályára. A 6. alkalommal rendezzük meg a Kölcsey Sportcentrum Kupa strandkézilabda versenyt, 4 fiú és 4 lány csapat részvételével. Ezúttal is a Kölcsey edzőtábor utolsó napján, vasárnap a Sóstói strandon rendezzük meg. Remélem az időjárás kegyes lesz hozzánk, egyelőre nem ezt mondják a meteorológusok, de bízom benne, nagyon élvezetes, jó játék, úgyhogy kíváncsian várom. Kézilabda edzőtáborunk végén, amikor napi 3 edzéssel gyötröm a lányokat, nyilvánvaló jól esik egy kis fürdőzés, és közben pedig játszunk még 3 mérkőzést is. Természetesen serlegekért, külön díjakért, legjobb kapus, legjobb mezőnyjátékost is díjazzuk, úgyhogy mindenképpen egy nagyon élvezetes játék, és nagyon várja a csapatom is, és a többiek is. A sportág homokborítású pályán űzött változata a játékosok és a nézők körében is egyre népszerűbb. Két fontos szempont miatt is nagyon szeretjük a strandkézilabdát. Részint fizikai képesség fejlesztése nagyon jó szolgálatot tesz. A homokban nyilván nehezebb futni, felugrani. Ez az egyik oldala. A másik oldala pedig nagyon jó ügyességfejlesztő játék, mert hát nehezebb megfogni a labdát, nem lehet vaxot használni, kicsi a pálya, homokos is a labda, úgyhogy mindenképpen ügyesnek kell lenni. Tehát én azt gondolom, hogy egy korszerű sportjáték, nem véletlenül, hogy világon egyre elterjedtebb, és nagyon sokan játsszák ezt. Láttam a világbajnoki meccseket is, nagyon magas színvonalú mérkőzések voltak. A strandkézilabda torna programja vasárnap 9 órakor kezdődik a Sóstói strandon. A 4 női és 4 férfi csapat körmérkőzéses formában dönti el a helyezések sorsát.